Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! 3 éve működik sikeresen a Kaposmenti Segítőkéz Alapszolgáltató Intézmény. A korábbi időszakokhoz hasonlóan az elmúlt fél évben is sikerült tartani a költségvetési kiadásokat, hangzott el a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás legutóbbi ülésén, ahol a polgármesterek is abban értettek egyet, hogy nagy szükség van erre az intézményre, mert a családsegítő és gyermekjóléti, illetve a házi segítségnyújtás szolgáltatásokat a társulásba tartozó önkormányzatok önállóan nem tudnák rentábilisan ellátni. A társulás ülésén ezúttal vendéget is köszönthettek a térség polgármesterei, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár személyében, aki a Magyar Falu programról tartott tájékoztatót. Fontos lesz az, hogy a megpályázható dolgokat, a települések úgy osszák el egymás között, hogy a forrásokból mindenki tudjon részesülni, és tényleg minden település csak azokra a forrásokra pályázzon, ami arra a településre szükséges. Pintér Szilárd a társulás elnöke azt mondta, olyan részletekkel lettek gazdagabbak a pályázat szempontjából, melynek mentén a települések sikeresebbek lehetnek. Április 15-ét követően a közösségi terek fejlesztésére vonatkozó pályázattal tölt idejét ma azt gondolom minden szinten magyar település, hiszen ez egy olyan lehetőség az önkormányzatok részére, ahol építési beruházásra 15 millió forintot, eszközbeszerzésre 5 milliót, és humán erőforrás alkalmazására pedig 3 millió forintot tudnak költeni. Azt gondolom, hogy ez a volumen elégséges ahhoz, hogy azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, amelyekkel a korszerűsíteni tudjuk ma a már meglévő épületénket. Nyilván ez egy új épület létrehozására kevés ez az építési pénz, de azt gondolom, hogy ma már a kihívás inkább a felújítás, hiszen ezek az épületek már mindenhol a településeink rendelkezésére állnak. Az, hogy humán erőforrásra rendhagyó módon először biztosítanak egy éves utamidőre, vagy 12 hónapos időtartamra 3 millió forintot, ez minden kis település életében nagyon fontos, hiszen olyan közművelődési és kulturális szakembereket tudunk alkalmazni, amelyeknek a forrását ennek a pályázati pénznek a megnyerése követően tudjuk csak biztosítani. Hiszen a közművelődési feladatokra eddig kapott 1,81 millió forintos normatíva egy magasan kvalifikált szakember alkalmazását nem tette lehetővé, hiszen szinte gyakorlatilag a dologi költségekre felértük az 1,81 millió forintot. 4 éve épült meg a kistérségi térfigyelő rendszer, mely 15 településen 29 kamera üzemeltetésére adott lehetőséget. A rendszer elhasználódott és korszerűsítésre, fejlesztésre szorul. Ezt az állapot felmérést elkészítette március 31-ig. Nyilván ennek mentén felszínre kerültek azok a fejlesztések, felújítások, amelyre meg kell teremtenünk a forrást. Mai ülésen a társulási tanács is döntött erről, hogy megrendeljük a vállalkozótól a tényleges költségvetés ismeretében ezt a munkát, és természetesen azt gondolom, hogy az eddiginek megfelelően kameraszámok arányában fogjuk felosztani ezt a pénzt egymás közt igazságosan. A polgármesterek egyetértettek abban is, hogy továbbra is fenn kell tartani a társulás által működtetett segítőkész szociális alapszolgáltatót, mert az ellátott tevékenységet az önkormányzatok saját erőből képtelenek lennének finanszírozni. Szeptemberre Kurdon is szabadon lehet majd internetezni a település számos pontján. Egy 15 ezer eurós Európai Uniós pályázat eredményeként nyert el az önkormányzat a lehetőséget a hálózat kiépítésére. Kurdon úgy gondolták, egy európai faluban lehessen szabadon internetezni a legfontosabb közintézmények és közterületek környékén. Ezért aztán pályázatot nyújtottak be az Európai Bizottsághoz a megfelelő pénzösszeg megszerzésére. A történet nem új keletű, de erről már meséljen Müller János polgármester. Az ötletet tehát az interneten látott pályázati lehetőség adta, amivel éltünk, mert hát egy kis településnek minden apró pályázatot meg kell fognia, és aránylag egyszerűnek tűnt a dolog. Regisztrálni kellett egy pályázati felületen, amire elég gyorsan kaptunk visszajelzést. Egyébként nem elsőre sikerült, már a tavalyi év közepén megpróbáltuk ezt, akkor elutasították a pályázatunkat. Ez most már számunkra a második kör volt, amikor próbálkoztunk, és sikerült. Tehát mondhatom, hogy néhány napja aláírtam a támogatási szerződést. Aránylag egyszerű, mert az Európai Bizottság tulajdonképpen minden Európában levő település számára nyitottá tette ezt a lehetőséget.
Azt szeretnék elérni ezzel, hogy mind az uniós állampolgároknak és tehát az itt élő nyilván a közösségeknek elérhető legyen a nyílt internet. Igyekszünk megfelelve a pályázati követelményeknek a középületeket és a közterületeket minél jobban lefedni, hogy tehát minél jobban használható legyen ez a nagysebességű internet. Szeretnénk, hogyha a helyi polgárok és a kurdon áthaladók, esetleg átutazók élhetnének az internet adta lehetőségekkel. Látjuk azt, hogy ma már szinte az élet erről szól a gyerekek kezében, de mondhatom, hogy kurdon, az 50 fő, akik az idősügyi programban a számítógép használattal megismerkedtek, úgy gondolom, hogy ők is kiválóan fogják tudni használni ezt a lehetőséget, most már a közterületeken is. Az Európai Bizottság támogatása 15 ezer euró nagyságrendű, ez mai áron számolva megközelítőleg 5 millió forintot jelent. A támogatást nem az önkormányzat kapja, hanem az a vállalkozás, akivel szerződnek majd a kiépítésre és az üzemeltetésre. Müller János azt mondta, nagyon bízik abban, hogy szeptember-októberben már mindenki szabadon internethezhet, akár a település busz megállójában is. Kézműves tábort szerveztek Atalán. A településen szülői kezdeményezésre indult el a nyári tábor még évekkel ezelőtt. A gyerekek azóta is szívesen járnak vissza az egy hétig tartó programsorozatra. Próbáltak már labdát fújni úgy, hogy az egy kijelölt pontig guduljon csak el? A kis anyagszükséglettel bíró játékkal nagyon el voltak a gyerekek Attalán a napközis kézműves táborban. De nem csak a célzó és fújó tudásukra van szükség, hiszen nap mint nap készülhetnek különféle kis kézműves termékek is. Fogtunk az üveget, befestettük, akkor megcsináltuk az orrát, meg a száját, utána vágtunk rá egy ilyen kört, meg ráragasztottunk fonalat, és meg szemet ragasztottunk rá. Ezt meg úgy csináltuk, hogy fújtunk fel egy lufit, akkor ráragasztottunk újságpapírt, és vártunk egy napot. Utána kidurrantottuk, befestettük, és ráragasztottuk a szemet. Mennyivel jobb ez, mint egy képernyőt bámulni, vagy gombokat nyomkodni egy telefonon? A tábor eredeti célja között is a közösségi élmény megélése szerepelt. Míg az ügyes kis kezek a gyapjulabda készítésen szorgoskodtak, Königné Nagy Magdolnával, a tábor vezetőjével beszélgetünk. Azt meséli, az egész táborozás ötlete szülői kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, és olyan sikert értek el az első évben, hogy azóta nem kérdés már, legyen-e újra napközi. A gyerekeknek valami nyári elfoglaltságot találjunk ki. Ugye a könyvtár feladat körébe az is beletartozik, hogy a gyerekeknek ez a nyári táborosztatását megoldhatóvá tegyük. Úgyhogy a megyei könyvtár támogatásával eszközöket kapunk, színes papírtól, festéken át minden ilyen dolgot, amire a kreatív foglalkozásokra szükség van. Aztán olyan technikákat használunk általában a hét folyamán, amit ugye az iskolában nem használnak a gyerekek, többnyire ilyen dekopázsolás, nemezelés, mint amit az előbb bemutattunk, aztán papírmasé készítése, abból különböző fejfedőket, kígyót, egyebeket lehet csinálni, amit aztán másnap befestünk, hogyha megszárad, üvegfestést, tegnap csináltunk éppen ilyen madárijesztőt, és rengeteg olyan technikát, ami a finom motorikát egy kicsit fejleszti a gyerekeknél, úgyhogy ezt ugye észbe is össze kell rakni a gyerekeknek, hogy egyáltalán melyik technika után mi fog következni, a várakozást megtanulják, hogy ugye a száradási időt megtanulják, az egymásra odafigyelést megtanulják, a segítőkészséget megtanulják, úgyhogy ez egy komplex tábor, ha úgy fogalmazhatom, hiszen erre neveli a gyerekeket. Mert hogy itt a kicsik és a nagyok együtt vannak, és sok esetben az idősebbek feladata a fiatalokra való odafigyelés vagy segítés. Alapvetően közösségfejlesztési folyamatokat indít meg a gyerekekbe, hiszen egymásra vannak utalva. A közösségi játékok is pont erről szólnak, mert minden tábori napot ezzel kezdünk, közös mondókázással, énekkel, mutogatós játékokkal, ezt már a gyerekek nagyon tudják, évről évre visszatérőek a gyerekek, az újaknak megtanítjuk, úgyhogy mindig az alapokról építjük fel, aztán péntekre már mindenki tud minden mondókát és éneket, de ugyanerre az odafigyelésre hívja fel a figyelmet a gyerekeknek, vagy a kisebbekről való gondoskodás, vagy segítés, tehát ez a gyerekekbe elindít egy ilyen anyaszerepet, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. És persze a tábor segítség a szülőknek is,
Nem csak azért, mert néhány órára megoldja a felügyelet kérdését, hanem azért is, mert mindezt ingyen kapják az attalaiak. Tábori költségek azok nagyon magasra rúgnak, 20-30 ezres tételről beszélünk heti szinten, vagy itt Dombóvár közösségében 2500 forint egy napi alkalom a táborba való részvitelre, ez teljesen ingyenes, próbáljuk a szülőket tehermentesíteni, ezt nem várhatom el, hogy a szülő még fizessen itt nekünk, úgyhogy ez teljes ilyen saját kerekből és a megyei könyvtár támogatásával, önkormányzati támogatásával valósul meg a táborunk. Ami szükséges eszközök, vagy egy kis rákcsa, hogy azért a gyerekek valamit tudjak nasolni, vagy akár a szörpöt, van, hogy szülők támogatásából kapunk szörpöt vagy nyasít, úgyhogy ez nagy segítség nekem is. Idén 9 kisiskolás élvezi a tábor által nyújtott lehetőségeket, és már többen szerették volna, hogy az óvisakat is befogadja a közösség, erre idén még nem volt lehetőség. Mert, hogy mondja Magdolna, egyedül nem lehet ekkora költkülönbségeket levezényelni. A Dombóvári Kórház egészségvédelmi irodájának közreműködésével tartottak egészségnapot Lápafőn. Kirtyán Károly polgármester azt mondta, sajnos az emberek keveset tesznek saját egészségük védelmében, így szükség van arra, hogy közel vigyük hozzájuk a lehetőséget, hogy többet törődjenek önmagukkal. Mi senkit sem akarunk elriasztani, csak megmutatjuk. Ilyen egy dohányos ember tüdeje. Valószínűleg a lápafőiek is elszörnyűködve látták az egészségnapra a Dombóvári Kórház egészségfejlesztési irodája által kiállított példányt. A szakemberek azt mondják, bárhol bemutatták, azt elérték, hogy a döbbenet megjelenjen a látogatók arcán. Bemutatóként elhoztuk ezt a dohányos tüdőmodellt, ami azt gondoljuk, hogy elég riasztó, hogyha valaki megnézi, hogy hogyan néz ki már a tüdeje több éves dohányzás követően. Így, tehát levegővel felfújjuk, és lehet látni az elszíneződésén kívül azokat a lebenyeket, amelyek már nem is tudnak működni a nikotin lerakódása miatt. Ez elég hatékony szokott lenni, amikor bemutatjuk ezt a modellt. A dohányosoknál nem csak a tüdőben jelenik meg az elváltozás a nikotin lerakódás miatt, hanem a szájban is. Ez a modell többféle dolgot is illusztrál. Az egyik a fogakon megjelenő elváltozás, a másik pedig, ugye, ahol a cigaretta, illetve esetleg a szivarozóknál a szivar elhelyezkedik, bizony a daganatos megbetegedések is nagyon gyorsan mutatkoznak, sokkal nagyobb az esély ebben a, ennél a káros szokásnál, és ezt szeretnénk bemutatni. És ezt a modellt a gyerekeknél is, az iskolában is mindig bemutatjuk, hogy gondoljanak arra már fiatal korban, hogy mi vár rájuk, hogyha elkezdenek dohányozni. A dohányzás mellett szó esett többek között a magas vérnyomásról, a vércukorról és a koleszterinről is. A szülések fontosságát felismerték a lápafőiek is, nem véletlenül várakoztak a pultok előtt. Arra voltam leginkább kíváncsi a vércukorról, mert ugye cukorbeteg vagyok. Igen, mert azért leginkább, mert cukorbeteg vagyok, és leginkább arra voltam kíváncsi, meg elég magas a vérnyomásom is általában, úgyhogy arra is kíváncsi voltam, csak ezért jöttem. Aki kicsit komolyan veszi, annak érdemes eljönni, amikor azért bemenni Dombóvárra. Jelen rendezvényen azért veszünk részt az egészségfejlesztési iroda munkatársaiként, hogy a falu közössége, illetve a jelenlévő érdeklődők számára bemutassuk, hogy milyen szűrési lehetőségek vannak, milyen prevenciós lehetőségekkel lehet minél korábban megelőzni azokat a betegségeket, amelyek népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságúak. Gondolok itt a szív- és érrendszeri megbetegedésekre és a cukorbetegségekre. Itt ezzel készültünk, hogy vércukorértéket mérünk, testzsír százalékot fogunk kiszámítani, ami főleg a rizikótényezők miatt nagyon fontos. Ezen kívül a kiadványainkkal szeretnénk népszerűsíteni a megelőzésnek a lehetőségeit. Nagyon stresszes életet élünk, erre kiválóan alkalmas a stresszoldása, nem a jó, a negatív stresszoldásra, hogyha káros szenvedélyhez nyúlunk, illetve a betegségeknek is inkább csak a kezelésével foglalkoznak az egyének, nem pedig a prevencióval, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet. Korhatár nélkül különféle mozgásformákat is kipróbálhattak az érdeklődők. Azért ehhez kellett némi rábeszélés is. Kirtyán Károly polgármester azt mondja, muszáj prevenciós akciókat szervezni, mert ezzel segíteni lehet a lakosság egészségének megőrzését. Itt különösebben más hasonló jellegű összejövetelekre nincsen mód, az emberek nem járnak diszkóba, nem
táncolnak, nem vesznek részt különböző sportrendezvényeken. A régi, hagyományos értelemben vett falusi munkák már kiveszőbe vannak, nem mindenki foglalkozik ezekkel, tehát a mozgás kultúrájuk elég szegényes. Ezért nekünk az egészség óvás szempontjából prevenciós jelleggel nekünk kell módot, lehetőséget találni arra, hogy ilyen jellegű egészségügyi foglalkozásokat és előadásokat tartsunk, melyeket természetesen összefűzünk egészségügyi mérésekkel is, ahol a lakosok tájékozódhatnak, hogy milyen egészségi állapotuk, legalábbis a magas vérnyomás, cukorbetegség és kisebb itt diagnosztizálható betegségek tekintetében. Lehet, hogy vannak közöttük olyan emberek is, akik itt fognak szembesülni azzal, hogy hát jó lenne valamit tenniük részben, hogy kezeltetni kellene magukat esetleg magas vérnyomás miatt, vagy pedig az, hogy ilyen jellegű mozgás kultúrát valamilyen módon találjanak ki saját maguk részére. A 140 lakosuk kis településünknek körülbelül olyan 40%-a per pillanat itt van. Nem csak a mozgás és a szűrés várta az érdeklődőket, a szervezők könnyen elkészíthető és egészséges ételeket is készítettek, hát ha ezzel megmozgatják a hagyományos táplálkozáshoz szokott háziasszonyok fantáziáját. A 90 éves Wagner Gáspárnét köszöntötték Csíkóstöttősön. A település polgármestere és alpolgármestere az idős hölgyet családja körében köszöntötte, akinek virágot és egy levelet adtak át, melyet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke küldött neki. Kati néni azt mondta, egyáltalán nem érzi magát 90 évesnek, és a kedvenc időtöltése a dédunokáival játszani délutánonként. A hosszú élet titkát már sokan és sokféleképpen próbálták megfejteni az emberi lét során. Igazán konkrét választ azonban senki sem tud adni arra, hogyan élhetnek egyes emberek akár 100 évig is. Van, aki az egészséges életmódra esküszik, más azt vallja, hogy a mentális higiénia nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy jelentősen megnyújtjuk életünket. Az ilyen idős emberek nagyon sokat megéltek, és a tudásuk, az élethez való hozzáállásuk és örömük nagyon motiváló a fiatalabb generáció számára. Stábunk ellátogatott Csíkóstöttősre Wagner Gáspárnéhoz, aki idén töltötte be 90. életévét. Az idős hölgy köszöni szépen, jól van, és egyáltalán nem érzi úgy magát, mintha 90 éves lenne. Jól érzem magam, főleg mikor itt vannak az unokák, és boldogát esznek. A napom az úgy telik, hogy még el tudom látni magam, de nem sok mindent engednek csinálni, mert te ezt se csináld, azt se csináld, de mikor úgy eltűnnek, akkor kicsit kapirgálok én az udvaron. És rejtvényt szeretek fejteni, rejtvényt fejtek. Sokszor mondom, ha azt már nem tudok, akkor nem is tudom miért. Olvasok is, kézilabdát nagyon szeretem, azt sokszor este későig is végignézem, akkor nem vagyok se fáradt, se álmos. Így éldegélek, meg vagyok. Örülök, ha jönnek az unokák, az a nagy öröm. Akkor, ha elmentek, akkor előtte várjuk, 3 napig arról beszélünk, hogy hogy lesz, mint lesz. Ha elmentek, akkor arról beszélünk, hogy jaj, mit is mondott? Még hogy is mondta? Jaj, de aranyos volt. Jaj, de mikor ez van. És hogy mi a hosszú élet titka? Wagner Gáspárné szerint a szeretet és a hovatartozás érzésének az erőssége. Emellett pedig az, hogy mentálisan fit és naprakész legyen az ember, szerinte így lehet hosszú és tartalmas életet megélni. A szeretet és az elégedettség. Sose voltam gazdag, de mindig elégedett voltam. Volt háború, volt béke, volt szegénység, volt fellendülés, építkezés, jöttek a gyerekek, akkor azt mondtuk, hogy ha mi nem tanulhattunk tovább, mert valahogy úgy hozta a sors, hogy nem, na a gyerekek, hadd tanulhassanak tovább, és ez is sikerült, ez az örömem is megvolt. Ez volt az életünk. Dolgozni kellett, de csináltuk, és örültünk, hogy két árvíz után is fel tudtunk megint kapaszkodni és helyrehozni a kis otthonunkat. Ez volt az életünk, így volt, így éltünk. S a kicsi, aki mindig azt se tudja, jöjjön vagy ne jöjjön, az is jött, dédi, szeretlek, dédi. És amikor a nagy azt mondja, dédi, az is úgy tudja mondani.
Hát ennél nagyobb öröm nem kell. Komlón voltam egy darabig raktárvezető, de sok volt az ide-oda utazás, sok időt vett igénybe. Akkor a férjem itt dolgozott a Sásdi víztársulatnál, és itt volt egy falubeli ismerős volt a főnök, és akkor az fölajánlotta, akkor átjöttem ide, és innen mentem nyugdíjba Sásdról a víztársulattól. Mindig raktáros voltam, valahogy úgy hozta a sors. Az idős hölgy 1929-ben született Csikóstöttösön, és életének mind a 90 évét a településen töltötte. Wagner Gáspárné születésnapjára Csikóstöttös alpolgármesterétől egy csokor virágot vehetett át, a település polgármestere pedig átadta az idős hölgynek Magyarország miniszterelnökének a levelét. Az idős hölgy rengeteg vicces anekdotát osztott meg, miközben a jelenlévőkhöz, így stábunkhoz is volt egy-két kedves története. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!